Sziasztok! Nézzünk bele a kártyákba, elhoztam nektek szintén a Vétarót, hogy mit kell, hogy tudjatok most itt és most, mit kell, hogy tudjatok itt és most a szerelemmel kapcsolatban. Hú, hát azt kell, hogy tudjátok, hogy most egy pihenési időszak jön az életetekbe. Hát igen, szabadság lesz. Szabadság van, pihenjetek, vonuljatok vissza, kicsit lehet, hogy figyeljetek a saját magatokra, a saját érzésetekre, és most megnézzük, hogy mit üzennek a kártyák. Mit üzennek a kártyák? Mit üzennek a kártyák? Mit üzennek a kártyák? Szóval, kezdjük. Lesznek esélyek a dolgokat megoldani. Lesznek esélyek a dolgokat megoldani, hogy jól fog alakulni. Valamint azt látom tényleg, hogy egyensúlyba jön itt valami közöttetek, és ez nagyon pozitív lesz. Az igazságosság kijött, valamint ebből egy tényleg egy család fog lenni, és úgy látom, hogy hosszú téren nagyon sikeres lesz. Valamint nézzünk meg tovább, azt jelenti, hogy a te vagy a botok királynője, teljesen szenvedélyes egyéniség vagy. Te úgy látom, hogy disztanszíroznod kell magadat, és azt látom tényleg, hogy a főpap az azt játszik egy szerepet, hogy hát igen, hogy állsz te a dolgokhoz, és hogy mennyire érzed azt, hogy az univerzum segíti tégedet. És szóval arról is van szó, hogy le kellene, hogy lépjél, el kellene a dolgokat, hogy engedjed, szóval el kellene a dolgokat engedjed, és itt azt látom, hogy gyorsan fognak a dolgok itt alakulni közöttetek, valamint elég szenvedélyesen, és te vagy az uralkodó nő, szóval azt látom itten, és azt is látom, hogy valami összedől, szóval az azt jelenti, hogy a torony összedől közöttetek, és úgy érzed magad lehet, hogy ebből a helyzetből nem tudsz kijönni, és nem tudsz sehogy se kijönni, és azt látom, hogy ez ki kell, hogy tartsál az mellett, ami neked fontos az életben. Ami neked fontos az életben, az mellett ki kell tényleg, hogy tartsál, és valamit teljesen le kell magaddal, hogy tisztázzál. Szóval a kardok királya, valamit le kell teljesen tisztázzál magaddal, és az adás és a kapás, hogy egyensúlyba jöjjön közöttetek, és hogy befogadjátok egymást, szóval, hogy te is őt befogadjad, ő is téged befogadjon, lehet, hogy az is játszik egy szerepet, valamint úgy látom, hogy valamelyiktek nagyon csalódott. Nagyon lent van teljesen a földön. Lehet, hogy csalódtál a másikban, vagy ez a másik csalódott te benned. Az is lehet. És szóval arra van a szó, hogy hát igen, ez a te szívke, ez a kejhek király, ez a te szívherceged, aki ilyen érzésekkel áll irányodban, igen, ezt látom, itt közöttetek, valamint, hogy lesz esélye valamit létrehozni, biztos vagyok benne, és tele érzésekkel. Hát igen, és még azt látom, hogy azt látom még, hogy lehetőség, még a mennyei világtól is kaptok lehetőséget, hogy ezt a szerelmet élni tudjátok egymással, tele érzésre. Nézd, mennyi érzés itt van közöttetek, szóval mit mondjak erre? Ez nagyon bejön, és hát igen, nagyon nagy változás,
És akkor ez szerintem ilyen örökre fog ez a változás lenni, csak engedjétek el ezt a kapaszkodás benne. Nem kell kapaszkodni, hogy hogy alakulnak a dolgok, itt van az erő, teljesen közöttetek, valamint ne zárjátok be úgy a szíveteket, azaz nem jó. Bezárjátok így a szíveteket, akkor elvesztitek az esélyeket, és akkor hosszú téren arra kell, hogy ügyeljetek és koncentráljátok, amit szeretnétek, akkor lesztek a győztesek. Nézd, itt a 10 érmék 10-ese. Ó, milyen jó lesz ez az érmék 10-eset. Az azt jelenti, hogy eléritek a fő célotokat, ami nektek fontos. És ez a lényeg, hogy arra, mint hogy látjátok, ez örökre lesz, ez tényleg. Na, remélem tetszett, megtaláltátok magatokat. Ha így volt, akkor írjátok be nagyon szívesen a kommentba, lájkoljatok, iratkozzatok fel, és ismerjétek fel, hogy mi is a fontos ebben az egészben. Köszönöm nektek, sziasztok!